nézzük, képbe vagyok-e. Sziasztok! Timi vagyok. Ismét ugye a Sweet Family Life csatornával jelentkezem. És itt ül mellettem az én drága kicsi angyalakám, Hannácskám is. Ugye, babám? És most egy ilyen rendhagyó kis karácsonyi külön kiadással készültünk nektek. Méghozzá azzal, hogy sütni fogunk, ugye? Elindítjuk a Timi boszorkány konyháját. Most egy kicsit a karácsonyra készülünk, mi is fel. És mézes kalácsot fogunk sütni. Méghozzá elvileg olyan mézes kalácsot, ami megpuhul, tehát puha lesz, és nem olyan lesz, mint a beton. Mert ezt tudni kell, hogy eddig én olyan mézes kalácsokat sütöttem, amikkel szabályosan így, hogyha valakit fejbe vágtál, az úgy ott maradt körülbelül. Tehát nem volt alkalmas arra, hogy, hogy megegyük, így konkrétan. Pedig hát ugye miért süti az ember a mézes kalácsok karácsonykor? Egyrészt azért, mert szép, mert tetszetős, másrészt azért, mert azért szeretne belőle enni is. Most nem áll neki az ember így fél nap sütögetni, csak azért, hogy most mutogassa, hogy jó, nekem ilyen csili-bili mézes kalácsaim lettek. Szóval a lényeg az, hogy azért süti az ember a mézes kalácsot, mert szeretné azt megenni, és szeretné azt mondjuk később akár a fára felrakni. Mondjuk én nem szoktam a fára felrakni, nekem csak úgy unblock így szépen tányérra kiteszem, és akkor megeszegetjük. Úgy voltam vele, hogy most muszáj már valamilyen más receptet beszereznem, ami ilyen puha mézes kalács. És körbenézegettem egy kicsit a neten is, megkérdeztem többeket is, hogy milyen mézes kalács receptet ajánlanak. Ugye, drág? Csak itt közben motorok. És találtam egy nagyon jó videót itt fenn, a YouTube-on, és azt a videót nagyon szerettem is, és úgy döntöttem, hogy ezt fogom elkészíteni nektek. Úgyhogy előre is szeretném megköszönni a receptet Paramama Family Nikinek. Köszönjük szépen a receptet, Niki! És ő pedig Judittól kapta, neki is köszönjük szépen. Hát nagyon reméljük, hogy tényleg sikerül, és tényleg puha lesz. És ezt a receptet most, ezt a kis mézes kalácsot most a én drága aranyos kislányommal, Hannácskámmal fogom elkészíteni, ugye, babám? Ugye? Sütni fogom. És remélhetőleg, hogyha tényleg beválik a recept, akkor ti is fel tudjátok ezt használni. Most pedig szeretném nektek megmutatni, hogy mit is tartalmaz ez a titkos recept. Vagyis most már annyira nem titkos, mert már Aniki is megsütötte. Hogyha szeretnétek megnézni az ők is sütögetős videóját, akkor belinkelem nektek ide az infoboxba, és megnézhetitek Niki videóját is, de nézzétek meg azt is, hogy mi hogyan készítjük el a kis mézes kalácskákat, wow! És hogy mi hogyan szaggatjuk, díszítjük az én drága aranyos kis csillagommal, jó? Na, szóval akkor elmondom, hogy mit is tartalmaz ez a kis recept. Én már itt mindent előkészítettem, ezért így megmutatom nektek. Na, szóval ez a kis recept tartalmaz ugye 50 dl lisztet. Ezt akár lehet úgy is, hogy sima lisztből, vagy pedig fele-fele arányban sima lisztből, illetve rétes lisztből készítitek el. Tehát ide már én már kimértem az 50 dl lisztet. Ebbe a kis edénykébe van. 15 deka porcukrot, tartalmaz még 15 deka olvasztott margarin, fel kell használni még hozzá 2 egész tojás, kellett még hozzá mérni 1 deci langyos mézet, hát ezt kimértem már ezt a mézet ebbe a kis edénykébe, púpos teáskanál szódabikarbonát, ebből a szódabikarbonából, és
egy púpos teáskanál mézes fűszerkeveréket, és ugye a lisztbe belekeverem, meg belekevertem már a mézes kalács fűszerkeveréket, meg belekevertem már a szódabikarbonát, és akkor hozzá fogom adni a cukorkát, így beleöntöm, és akkor Hannácskám is akarja egy kicsit keverni. Gyere babám, keverjük, jó? Akkor így keverjük össze. Baba, te is segítesz? Igen, ez finom, hamu. Finom kis süti lesz belőle. Ha-ha. Na, csinálod? Keverjed, hamu. Úgy. És akkor Hannácskám már nekiállt itt a sütit összegyúrni. Hozzáadom a két tojást. Annácskám már az előbb akarta gyúrni egyébként, de hát még semmi nem volt benne, igazából. Majd bele is nyúl, tiszta lisztes lett a keze. Azért a biztonság kedvéért én neki készítettem egy ilyen babás törlőkendő, nedves törlőkendő. Ezt ide készítettem, mert bármilyen konyhai katasztrófa előfordulhat, főleg egy másfél éves társaságában. Bár pedig hozzáteszem ezt a dolgasztott margarint. És akkor így beletesszük, és akkor még az olvasztott mézet kell majd még beletenni, járunk összegyúrni. Most ugrik a majom a vízbe, most derül ki, hogy milyen lesz a mézes tésztán. Most hozzáadom egy kicsit az olvasztott mézet is. Összegyúrjuk. De ennek elég lágy tésztája van. Hűha! Na mutatom nektek! Itt körülbelül ilyen állaga van neki. Konyhai katasztrófa ez mindjárt. Süssünk, süssünk valami, azt is megmondom, hogy mi. Ízből legyen kerekes, töltelékes, jó édes. Csak betesszük pihentetni a hűtőbe. Egyébként ilyen. Hát egy jó. Meg észre nagyon fincsi. És akkor utána kiszaggatjuk. Szóval a tészta most jelenleg pihentető üzemmódban van. Mi is egy kicsit pihentető üzemmódban helyezzük addig magunkat az én kis drágámmal. És próbáljuk előkészíteni a terepet a gyúráshoz, vagyis a szaggatáshoz. Annácskám meg a tányérral dobott a felsége. Gyerekek, kivettem a tésztát a hűtőből, kicsit hagytuk pihentetni, reméljük most már jó lesz és el lehet dolgozni. Így néz ki. Ketté osztottam, mert szerintem úgy könnyebb szétgyúrni. Könnyebb elsodorni, hogyha ketté van osztva ez a tészta. És akkor így megpróbálom most egy kicsit így eldolgozni, elsodorni, és akkor utána már szaggatjuk is a Hannácskámmal. Bocsi, hogyha itt csak nem leszek benne teljesen, de most sodorni fogok, úgyhogy micsoda technika, gyerekek! Gyúrmászolnál te is? Adjak egy kis tésztát, gyúrmászolsz? Tessék! Gyúrmászoljad! Kell lisztezni előtte, legalábbis én itt tudom, hogy meg kell lisztezni előtte, nehogy jól odaragadjon. Úgy! Kidúrjuk! Hűha! Alakul a molekula, mocorog az atom! Köbö! Azt írta a recept, hogy köbö! 1 centi vastagra kell nyújtani. Azaz! Úgy!
paszkoljad! Hannácska, kézzel nyomatot nem kérünk bele szívén. Na, szóval akkor szaggatjuk. Na, szaggatod te is? Nézd! De mindenféle ilyen csillagos szaggatónk van. Csináljuk egy csillagot, nézd! Oh, wow! Oda nézd, de szép! Itt egy kis csillag! És akkor belerakjuk a lyukas tepsimbe. Azért lyukas, mert gyerekek, vettem egy lyukas tepsit. Mondjuk a másik az rendes, sima, de ennek ilyen, nézzétek, lyukas az alja. Nem tudom, mire jó a lyukas tepsi, de most már kiderül. Igazából tettem bele ilyen szilikonpapírt, úgyhogy csak nem lesz semmi része meg baja. Ezt csinálunk egy angyalkát. Úgy. Na. Azaz. Hogy teszi a kis pracliát? Azaz. Ez itt a fenyőfa. Csináltunk egy fenyőfát. Tegyük bele ide a tepsibe. Gyere, próbáld ki. Nézd. Ide teszed a kis pracliát. Lenyomjuk. Látod? Ugye ügyes voltál? Azaz, nagyon ügyes voltál. Azaz, most ezt is a szívecskét is beletesszük ide. Jó, ide a tepsibe. Tedd oda a kis frasszidat, jó? És akkor nyomjad, nyomjuk le. Így. Azaz, nagyon ügyes vagy. Kis Manó, csinált egy virágot. Kis virágot csinált a Manóka. Happy. Igen, mert a Hanna úgy mondja a virágot, hogy happy. Álljunk, mondjuk egy ilyen kis csizmát, jó? Kis csizmát is meg tudod csinálni nekem? Na, gyere, szaggassuk ki a kis csizmát. Jó? Gyere, tedd ide a kis prasszida, ide a kis kezedet, és akkor nyomjuk rá. Úgy, azaz! Jaj, de ügyes vagy! Nézd ide! Csinálta egy kis csizmát, aminek mindjárt leválik az óra. Na, most mentenünk el a csizma órát. Bizony, mert ennek lyukas óra lesz. Megmentettük a csizmát! Azaz! És akkor így rakjuk rá ide, jó? És prasszidat itt tartsad a kis kezedet, jó? És akkor nyomjuk! Azaz! Jaj, de ügyes vagy! Nézd, Hanna! Itt a háp, nézd! Hápi kacsa! Hápi kacsa van, igen! Szaggatunk egy hápot! Gyere! Gyere, a kezedet! Nyomjad meg! Befejeztük a kacsát. Itt a kacsa fej nélkül. De már mindjárt megoldja anya. Azt tudod, mi az? Ez kis csizma. Csináljunk csizmát. Ezt csináljuk? Na. Gyere. Nem csak kihúzzuk ezt a csizmát. Nyom be. Ám lesz belőle, igen? Megkóstolod? Ha? Kincsi? Jó íze van? Nácska közben elszegett a tésztába. Ezek szerint ízik neki. Nagyon cuki van. Nagyon cuki. Nagyon cuki, nagyon ügyes, nagyon ügyes.
saját maga szaggatta ki. Nézd, csinálunk egy hintalovat is. Hintapaci. Hú, de szép lett. Hú, de ti. De csecse. Itt a hintapaci. Hinta. Palinta. Hinta. Palinta. Hinta. Hintja. Innes cukorda lát a szöket a mézes kalács sütivel. Ugye, mama? Ide kellett készítenem ilyen színes, ilyen cukordarát, vagy mi a francet, és ezt a szegeti. Úgyhogy, na, igaz, baba? Ez eget? Ja. Aztán, szóval most megkenem tojásfehérjébe, és akkor utána díszítjük, és akkor utána az első adag megy a sütőbe is. A sütőt azt úgy kell beállítani, hogy 170 fokos, előmelegített sütőbe kell sütni. Hát én szerintem kevesebb, mint 10 perc alatt kész lesz, de hát ebben nem vagyok profi. Úgyhogy most díszítjük őket, és akkor márnak a sütőbe. Hú, de ügyes vagy. Te is díszíted? Azaz. Ügyesen! Ügyesen díszítsed! Kis pici aranyos kis kazével díszít! Ez annyira belenyomja, hogy szétnyomja! Úgy! Nem kell annyira belenyomni, csibém! Szét megy a tészta! Elég csak egy picit, jó? Egy picikét kell csak belenyomni. Jó, te! Úgy, ügyes vagy, nagyon jó. Nagyon ügyes vagy. Hanácska egyedül díszíti a mézeseket. Nagyon kis ügyes. Ugye? Nagyon kis ügyes vagy. Ez az. Nagyon szép lesz. Csak közben szétrancsírozódik a tészta. Akkor elkészültek a kidíszített mézesek. Ezek ilyen dekorgyöngyel, tortadarával, színes tortadarával, ilyen dekorcuccokkal vannak díszítve. Tehát a mézes kalácsok már a sütőben vannak. Nagyon kíváncsi vagyok már a végeredményre. Viszont közben Annácskám eléggé elfáradt, mert nagyon sokat segített itt körülöttem. Ugye szaggattunk, meg minden. Igazából most már Már csak egy nagyon kevés adag van vissza. Most leteszem őt aludni, mert ebédelt minden, úgyhogy most megy szépen alukálni, és akkor visszajövök a maradék adaggal, és azt most már csak egyedül fogom befejezni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz egyébként, mert most már benn vannak a sütőben, és most már száll itt a mézes kalácsillag. Úgyhogy hát megkóstoljuk majd a végeredményt együtt. Kis karácsony, nagy karácsony, is ült-e már a kalácsom. Na gyerekek, készen vannak, és ilyenek lettek. Na hát majd mindjárt megkóstoljuk, milyen lett az ízük is.
Na gyerekek, elkészültek a mézes kalik, és tök jó lett, nagyon jó, hiperszupi puha, szóval tök jó lett. Köszönöm szépen a receptet, Niki, minden is küldött neked egy puszi. Szia, drága! Na, szóval tök jó lett a recept, tök jó lettek a mézes kalácsok, megmutizom nektek, nézzétek! Itt vannak a mézeseink! Hú-hú. És hippi-szupi puhik lettek, de tényleg, tehát igazad volt, nem olyan, hogy mint a beton. Na, és meg is kóstíztam egyet, már csak egy morzsányi maradt belőle, ennyi, mert olyan, hogy csak úgy eteti magát, szóval tényleg nagyon jó. Ha? Gyerekek, tényleg nagyon szupi. Na, úgyhogy csak annyi, hogy ilyen batárnagyokat csináltam belőle, szóval lehet, hogy vékonyabbra el kellett volna nyújtanom meg kicsit a tésztáját. A batárbazi nagyok lettek, de tényleg mutatom. Én ekkora egy mézes kali, és ilyen vastag. És a hannácskám is díszített, szóval ezt úgy nézzétek, hogy a hannácskám is díszített benne. Na, szuper, hiper szupi. Na gyerekek, na végre elkészült a második adag mézes kalácsok a díszítése is, és így néznek ki, most megmutatom. Ha próbáltam nem matyóhímzés belerakni, de némelyiknél azért sikerült, mint például ennél. Na. Ilyenkor van az, hogy nagyon ráérek, tudjátok, és akkor így belelendülök a díszítésbe. Ott van a kis mézes kalás angyalka szörnyike, kis tüsi frizurájával. Úgyhogy, szóval ilyenek lettek. Ennyi lett volna. Ez volt a mi nagy mézes kalács sütős kis vlog videónk. Remélem, hogy tetszett nektek. A receptet azt beteszem infoboxba, meg beteszem azt is, hogy honnan vettem a receptet. Köszönöm szépen még egyszer Nikinek ugye a receptet. Nagyon szépen köszönöm Paranormal Family Nikinek. És nagyon szépen köszönöm Juditnak is, mert ugye az eredeti recept az tőle van. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Legyen szép napotok, és köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Remélem tetszett nektek ez a videó, és hogyha tetszett, akkor még ezután is fogunk ilyen sütős videót készíteni, ilyen sütögetős, főzögetős videót. Szóval remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hát jövök legközelebb is, és akkor hozom a hannácskát, és természetesen, hogyha tudom, hogy éppen nem szundizik, akkor jövünk mind a ketten. És akkor ennyi lett volna. Még egyszer hatalmas nagy puszi Nikinek. Puszi! Köszi szépen a receptet, és köszi szépen, hogy felhasználhatom a receptedet, mert tényleg nagyon-nagyon jó kis puha mézes kalácskák születtek belőle, és nem csak a fára dísznek jó, nem csak mutogatni jó, hanem meg is lehet enni. Szóval ez a lényeg, úgy igazából. Tehát igazán ajánlom ezt a receptet nektek is, mert nagyon jó, tehát szuper, és meg lehet enni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, akkor ennyi lett volna ez a kis mézes karácsony, tögetős kis karácsonyi vidi. Remélem, hogy tetszett nektek. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, mindent csináljatok itt a csatornámon. A lényeg az, hogy velem legyetek, és itt legyetek. És kommenteljetek meg mindenfélét, amit csak akartok, és legközelebb is tartsatok velem. Sziasztok!